Pisti! Na sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit innen Mogyoródról! Mennyire nem vagyok Mogyoródon? Persze, a magyar nagy díjon, srácok! 2019, nem tudom miért mondtam, nagyon fontosnak tartottam! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Szervusz. Ez egy csodás futam lesz! Szervusz! Szervusz, szia! Nagyon... nagyon jó lesz ez a futam! Azt kell, hogy mondjam, igazából gyakoroltunk! Nem keveset, nem mennék bele! Na de srácok, senkire nem tartozik. Igen, a kormány előttem szólt, tök autentikus. Na de, a lényeg az... a lényeg az, srácok, hogy tényleg gyakoroltunk, és nehéz pálya. Na, mindegy. Na de mindegy, nagyon nehéz a pálya. Nagyon bonyolult. Maradt egyébként 80-hanyason? 80-ason. 80-ason. Experten vannak mindig a botok. És hát igazából ennyi, nagyon kíváncsi vagyok, hogy fogunk tudni teljesíteni. Ugye az előző futamon én nulláztam, az előző előtti futamon azt hiszem azon is nulláztam, a tabellát azt itt láthatjátok. Pecsik előttem van gyakorlatilag, hát egy ember van köztünk. Meg izgalmas. 10 pont, úgyhogy hát nyilván első leszek. Mennyire nem? Igazából a célom az nagyon gyorsan annyi, hogy pontot szerezzek. Egyet, kettőt, esetleg hármat, tehát ennek nagyon tudnék örülni. Tényleg, hogy reálisan lássam. Nem könnyű. Pecsik, te hogy állsz ehhez a kérdéshez? Hát viszonylag nehéz ezen a pályán előzni, így próbálgattuk, és rácok, úristen, nagyon nehéz nekünk ez a pálya. Így tudjuk, van. Hogy másoknak is, viszont itt a komment szekció szerint mindenkinek könnyű lesz, úgyhogy amondó vagyok, vágjunk bele. Így van, én is azt gondolom. Na srácok, itt vagyunk a trackem. Mutatom, mi a pálya. Soft gumin fogunk nyilvánvalóan menni, és hát nagyon nem egyszerű a történet. Én ezt a Increased Downforce presetet használom az autóhoz. Patrick-nek van egy ilyen bejáratott, ilyen kis custom lelesett akármilyen. Én nem szeretem ezeket variálni, tehát én elkezdem egyfajtán, akkor azon szeretek végigmenni. Ugye tényleg még egyszer mondjuk srácok, hogy azért ezeket a videókat megelőzi, hát amennyi időnk van általában sajnos nem túl sok, de meg szokta előzni azért egy ilyen 1-2 órás kis gyakorlás, illetve igen. Még a verseny előtt is mindig lenyomunk egy egész session, tehát hogy free practice vagy practice-szel, one shot qualifying-gal szoktuk nyomni, és az egész futamot is lenyomjuk. És ez tényleg, gyakorlatilag azt mondom, eddig amióta nyomjuk, ugye nem volt ebben Monaco még, tehát mi úgy kezdtük el, hogy nem is tudom melyik pályán kezdtük el, most írtam meg nem mondom. Francia. Ja igen, az új pálya, ugye? Új francia pályám. Hát oké, most már második éve van. Ja, második éve, aha. És... és a Monaco pálya nem volt benne. Én azt gondolom, hogy a francia pálya nekem nagyon nehéz volt, de ez is az. Ez szerintem könnyebb, mint a francia pálya, de... hogy mondjam, nagyon trükkös. Na, let's go! Most kezdem meg. Nyilván csúszkálok össze-vissza, tehát így... Ez volt már jobb is. Igen. Lando Norris 1.19 azért. Aha. Fölrakta a leckét a fiú. Azt hittem már izé volt. Invalid lap. Nekem is majdnem. De elfékeztem. Áj, nem szabad fölmenni arra. Mindegy, most már bemegyünk a célba. Te már nem tudod a gyors köröd? Hát most vagyok a végén. Ha? Na, de ez nagyon gagyi. Úgy lecsúsztam. Micsoda, 1.19.7.47. Oho! Nem nagyon csúsztál te le! De! Ez kemény, Patrick. Akkor megyünk be, és akkor felpakoljuk a második. Áj, de szartam! 1.19.1.67. Basszus! Micsoda, 1.19? 1.67, nem tudom hogy lett meg, de... annyi. Ez az 1.19.1.67, ez egyedül teljesen jó. A harmadik nagyon szektor jó. Az... a harmadik szektor lett a legjobb az egész sessionbe, amit elszartam. Tehát ami el lett váltva. Tehát nagyon hamar el lett váltva, láttátok ti is, nem igazán értem. Mindenesetre
Hát ugye azért alakulgat, most már csak a harmadik helyre elég. Én most megvárom, míg Patrik megy egy kört, véletlenül se tartsam fel, és akkor utána kimegyek én is még egy gyorsra, szerintem. Na nézzük! Hajrá! De jó, Bosz jönnek belém! Még akartam kérni. Hát ez nem lesz gyors kör. Atya úristen. Javítás meg lesz, de negyedik helyre elég csak. Oké, okay, még megyek egyet. Hát bazd meg, az Isten áldja meg. Jó, végigértünk, nézzük akkor a gyors kört, még egyet. Fé, én kaptam egy 5 helyes, ha jól láttam, egy 5 helyes büntetést. Miért? Szerintem rossz helyen voltam, amikor lassultam, és Hamilton izomból belém baszolott hátulról, a ki is esett az egész futamból. És szerintem ezért kaptam. Valami ilyesmit írt egy pillanat, hogy 5 place penalty, valami ilyesmit. Úgyhogy majd kíváncsi leszek, hogy ez majd mit jelent, hogy van. Ne, 7. helyet ír most. És de ott van, de ott a büntetés, ott van a plusz 5 pozíció, ott van. Úgyhogy gondolom, akkor lerak a 13-ra, nem, 12-re. Nem, 7-en vagy, vagy hát... De utána írja, hogy plusz 5 pozíció. Tehát nem voltam a másodikon, tehát az még szerintem anélkül. Ja, akkor ja. Úgyhogy... hát akkor Patrik az 1.18.731-es, srácok, utána 7.34 Gasly. Uramisten, srácok, hát az mennyi az 3.000-ed? És milyen jó, hogy mentem még egy gyorsat, basszus. Nagyon jó, nagyon jó. 3.000-et, srácok, ott van a gap. 003, uramisten. Hát így én voltam szerintem a hülye. Nem, úgy gondoltam, hogy el fog férni balra mellettem, ki tud majd kerülni, nem tudott. Lehet, hogy jobbról akart kerülni, nem figyeltem egyáltalán, megmondom őszintén. Az időt néztem, hogy mennyi lett meg, hogy hogy van, mint van. Mm. Meg a dumára figyeltem. Na nézzünk egy race strategy-t. Egy pit stop, ugye? Hát én ott írja a kormányon, hányadik vagy? Várjál, a 6. körbe fogok én kimenni. Én az 5. A kormányon írja, hogy hanyadik? 17! Oh. 17! Miért 17-ről indulok? Ennyire hát jöttek biztos, jobb időt? Nem. Ott van P17, azt írja. Baszki. De hogy, ezt én nem értem. Hogy tett hátra annyira? Nem tudom, lehet, hogy utána mentek, nem tudom! Nem, hát ott voltál 7. helyen. 5-öt írt ki. Igen, plusz 5 pozíció volt írva, igen. De nagyon hátul vagyok, látom minden is, tehát, hogy szerintem ez bőven 17. hely. Nem tudom. Hát... Én ezt nem értem. Én nyomok egy start race-t. Aha, bőven 17. Így van, 17-ről indulok, igen. Lehet, hogy volt még valami büntetés, de az csak írta volna. Na mindegy, majd úgyis megírjátok kommentbe, mert ti tudjátok, értitek, hogy miről van szó. Én most ezt így nem. Hát ez van, srácok. Hülye hát voltam. Én ezt nagyon sajnálom. Nem, a botokkal még mindig vannak afférjaim. Hely, afférjaim, allürjeim, inkább így mondom. Mindegy, hát fel van adva a lecke innen fölhozni. Hogy van? 12-től van pontszerző, ugye? 10. 10-től van. Jó, basszus kulcs. Az meg lehet oda célegyenesbe nagyot persze. Lehet előzni az első izébe. Persze, hogy. Hajrá, Istvánom. Hát... Igen. Írtad nekem kommentbe egyébként, hogy ha hosszan nyom a B-t, akkor eltűnik itt az MFD, vagy mi a szar. Hatalmas köszönet érte, srácok. Fogga, mindig végig scrolloztam.
azért sokat segít most már, úgyhogy tényleg még egyszer komment is megköszöntem, de most is megköszönöm a jó fejséget. Jaj! Úgyhogy srácok, én még mindig tanulgatom azért ezt a játékot, azt tényleg vegyétek figyelembe, hogy... Meg ahogy írjátok kommentbe, tényleg nem nézek Forma 1-et, mert nem bírok végignézni egy futamot sem, tehát elalszok tőle sajnos. Úgyhogy nem is szándékozok végignézni egyet sem, megmondom őszintén. Valószínűleg segítene, tényleg segítene. Én a highlightokat szoktam nézni a Forma 1 YouTube csatornán, meg ilyen Best Team Radios, meg hasonló összeállításokat, szóval nagyon, azokat nagyon szeretem, de egy futamot én sajnos nem tudok végignézni, ez a helyzet. Na de, Patrick, hajrá! Figyelj, rajtad áll! Figyelj, neked nagyobb esélyed van a pontszerzésre a csapatnak. Úgyhogy, ja. Első helyről indulsz? Persze, első helyről indulsz. Hát azt tudom, milyen semmit, mert a rajtom az nem igazán jó, hogy 80-ason már úgy vernek el rajtom. Igen. Hát, ja, hát srácok, nagyon kíváncsi leszek. Én óvatosan is. Menj. Tehát szerintem nyugodtan engedd be őket, hogyha jönnek. Már nem minden esetben, de inkább menj végig, és akkor mondjuk egy 5.-6. hely is jó, hogyha úgy alakul. Persze nem azt mondom, annyi lesz. Na, hajrá! Nyilván borzasztó a rajtom. Nekem is. De olyan szinten, hogy utolsó vagyok. Aha! Te jó ég! Jó, utolsó helyre nyilván vissza. Na. Hogy előzgetnek? Hol vagy most éppen? Negyedik. Aha. Nagyon előzgetnek, igen, és na itt kell nagyon vigyázni rájuk, srácok, itt nagyon. Aha. Nyilván nem adtam föl, ne értsetek félre, de... Most esetleg egy beszúrás megtörténhet. Nézd meg, és ott tartja végig, persze jól csinálja, mert így kell neki, csak... Hát ez nem igaz. Jó lesz, srácok, ez a videó, az a helyzet. Mi történt? Semmi. Kubicát már azt éreztem, hogy megettem. Így a 19. helyre, és nem ettem meg. Visszajött, kész, ennyi. Aha, eldobtam, jó. Rendben, szárny is tört, nagyszerű, jó. Igazából tök mindegy ezen a ponton, srácok. Megyek ki, azt akkor annyi. Ennyi. Jajaj. Jó, szépen pit. Csodás. Jó. Hol vagy? Hát a negyedik. Ó, az nagyon jó hely. Ja, de jönnek rám, mert nagyon lassú vagyok. Ó, hát figyelj, tudod te azt majd tartani. Jó. Hát! Na innen felvonatva a lecke, na ez aztán. Ennyi srácok, egy kis hiba és kész. És vége. Úristen, de nincs tapadásom. Jó hideg az a gumi is. Én többet biztos, hogy ki nem megyek. Sajnos ezen a gumin kell végignyomnom az egész futamot. Tudom, ez ilyenkor veszett ügynek tűnik, az is, de... De nem adjuk fel, nem szállunk ki dologból. Persze, egy safety car úgy összeterel minket, mint a szar. Hát a safety car is, meg igazából, hogy mondjam, tehát hogy nem lepődtem meg, hogy eldobtam, annyit mondok csak. Annyira szétestem fejbe, már most is szétvők esve végig, tehát hogy ettől a 17. helytől, hogy ez hogy a picsába jött ki neki, nem tudom, hogy igazából én elengedtem onnantól kezdve így az egészet. Tényleg most már csak az, hogy végérjek, az a cél, úgyhogy Patrik, rajtad múlik a pontszerzés teljes egészében. Kösz. Hogy így kevés nyomást rakjak rád? Amúgy sincs rajtam sok. De mi a szar? Nagyon-nagyon nem megy jól most. Nem tudom, mi van velem. Annyira csúszkálok össze-vissza. Jézus ereje! Na, szedjük össze, jó? Borzasztó. Hmm.
igen, látjátok, srácok, hogy az RST most manuálba próbálom használni, kísérletezgetek vele, ennyi amúgy. Nincs ennek hatalmas nagy izéja. Magyarázatok, ennyi. Nincsen mögötte semmiféle gyíkember összeesküvés. Össze kéne magam szedni. Én is most azon vagyok, de... hogy legalább amikor többiek jönnek ki majd a boxra, akkor esetleg talán ott legyek köztük majd. Aha. De hát... ez ilyen, inkább csak ilyen kis vágyálom. Oho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 h
csak kicsivel több, mint egy box kiállásám. Na mondjuk, ja. Meglátjuk. De még hogyha addig jól mennék, üresen, érted? Üres térbe. Az tök jó lenne. Majd hagyjuk ezt a riccset, mert nem fogunk körbeérni. Na, most megyek ebbe a körbe. Boxba? Aha. Jaj, de csúszik. Úristen, de megcsúszott a hátulja. Nem is baj, kikerülök ebből a bolyból. Mármint, hogy el tudnak menni szépen maguknak. Ja. És igazából, srácok, azt is írtátok, hogy ilyenkor azt kéne csinálnom, hogyha ennyire utolsó helyen vagyok, hogy rámenni a leggyorsabb körre, de ez elvileg csak akkor működik, hogyha a top 10-be vagy, amúgy. Igen. Patrik valami ilyesmit mondott nekem annó. Az akkor működik csak persze. Tehát, hogy én most így dugottan mehetek leggyorsabb kört, de kb. Seggem töröltem vele. Igen. Ezt csak úgy mondom, tehát, hogy igazából... Az első 10-be kell ahhoz végezned, hogy számítson az az egy pont pluszba. Ja. Úgyhogy csak mondom, hogy ezért nem megyek ki mondjuk ilyen szoftgumikért, meg mit tudom én most ugye. Mert teljesen mindegy. Szóval most tényleg csak abba tudok bízni, esetleg egy safety car-ban, esetleg, hogy kiesnek mondjuk előttem egy ilyen tizen. vagy tényleg az, hogy ugye a boxra, és utána talán, na te most mentél ki, és talán utána esetleg, mentek még ki páram? Nem látok senkit. Aha. Engem kiküldött most, én nem is bánom. Jól tetted, jó az de persze. De hát a végére jövök ki, tehát hogy így az utcsó hely. Tök mindegy, halad, én a pálya felénél vagyok körülbelül, úgyhogy... Mondom most... mindjárt mennyi egy pit összesen mindennel együtt. Azt mondja... Ilyen 23-24 másodperc. Aha. Úgyhogy az még neked hozható is. Hát az nekem még hozható akárja, mert... Most egy picit talán jobban mennék, mint az elején. Tehát mondjuk annál nem nehéz jobban menni, mert az borzasztó volt, ahogy én ezt kezdtem. Meglátjuk csak utána, meg ugye az a kérdés, hogy megéri-e egyáltalán kockáztatni, most mit tudom, itt lesz előttem mondjuk itt három ember, mondjuk azt esetleg, érted? Most azokat most mindenáron megverni, mi értelme? Ne! Tehát, hogy... Jaj. Mi történt? Semmi. Jó, szedd össze, jó az basszus. Még. Srác, eldobtam. Na. Ó, Istenem. Összerakjuk mi ezt a Renault teamet azért. Ó, basszus, és csúszok le mindenhonnan, nyilván nem menni. Ó, Istenem. Cut corner, hát persze. Most meg túl forrók a hátsók. Ó, hát nekem ne is mondd! Tudom én! Hát egy 10 másodpercet buktam így. Hát az figyelj, az neked, mert az még tök jó. Hát nem jó, hát utolsó helyen vagyok. Nem vagy az utolsó helyen. Utolsó előtti. Ja. Jó az, mert ki fognak majd még jönni a boxba, ne aggódj.
Most mindketten ebbe bízhatunk a boxban, meg azt is, hogy egy safety car-ba, tényleg. Srácok, ilyenkor ugye nyilvánvalóan felmerülhet bennetek a kérdés, hogy na jó, de akkor miért ezt rakjátok fel, miért ez a videó van fönt? Azért, srácok, mert ez így real, tehát a Forma 1 is így real. Ha valaki ott is kiesik, meg oda csapja az autóját, akkor kiesett, kész, nulla pont. És hiába, és gondoljatok bele, hogy ő még oda el is utaztak, az egész csapat elutazott, érted, oda. Elvitték mindent, elvitték az egész pit crew-t, érted, mindenki erre készült, nem is tudom, hogy csütörtök óta vannak, vagy nem tudom, péntek óta vannak ugye ilyen szabad edzések, és tényleg az első körbe kiesnek. Na, és akkor annyi volt a hétvége, és nem fogja azt mondani, hogy ja, kezdhetnénk újra? Nem tudja azt mondani. Ja, mi is most, oké, megbeszélhetnénk, jó, kezdjük újra azt izé, de... Persze, persze, megbeszélhetnénk, tehát hogy mondhatnánk azt, hogy jó, felvesszük, és nem azért nem vesszük fel újra, srácok, mert szarunk rá. Egyáltalán nem azért, hanem a francba! Hanem, hogy pontosan azért, mert ebből tudunk tanulni esetleg. Meg ez így real, kész, a videók így lesznek realek, ennyi. És nem az a lényeg, srácok, hogy ott legyünk mindenkor rohadt versenyen egy első-második helyen. Értitek? Kész, nem erről van szó. Hanem igenis, ja, legyen itt dráma. Azért vettük fel 75-ről, mert azt megnyertem, ott megálltottam, meg az Isti nyerte az időmérőt. Ja. Tehát, hogy már túl erős. Igen. Az és azért, igen, pontosan, de tegyük, hogy nem vagyunk olyan szinten, én nem vagyok olyan szinten, hogy időmérőket nyerjek, azért maradjunk annyiba, jó? Tehát, hogy... És nem akarunk ilyen fals láztot mutatni nektek, vagy értitek, hogy miről beszélek? Nem akarunk egyszerűen ilyesmit. Mert annak mi értelme, hogy most itt jumpizunk azon, hogy ja, megvertük a 80-as izét, de mondjuk be van kapcsolva minden, vagy megverjük a 60-as izét, de érted? Abban mi a jó? És csak így fogunk fejlődni, hogyha mindig van nehézség. Van miért küzdeni, mert hogyha nincs miért küzdeni, hogyha felrakjuk, hogy könnyű játsszuk, akkor nincs miért küzdeni, mert tudjuk jó, hogy ja, úgyis megnyerem, mert izé. Meg most tudnám, akkor tudnám így fejbe, hogy ja, hát úgyis izé, lájtosak a botok, simán utolérem őket. És abban mi a jó? Ja. Ez így real, srácok. Ez így real. Ezért nem rakjuk lejjebb. Na de elkezdek hussolni, mert már látom a többieket, majd a térképen. Aha. Hát, ha utol tudom őket érni véletlenül, még van 10 kör. Ami elég jó. És meg jól is mennék, az még jobb lenne. És ne aggódjatok, ha úgy érezzük, hogy már ez is könnyű lesz, első helyen végzünk, időmérőn, futamon is, akkor ezt is szépen feljebb fogjuk tenni, és nem ülünk bele abba, hogy hát akkor oké, a 80-as már elverjük, az jó nekünk. Ja. Na mindegy, ezt csak elmondtuk, mert sok komment van ezzel kapcsolatban. Azt a... mocskos életben. Tehát, hogyha nem rakod nehezebbre, nem tűzöl ki magadnak újabb kis célokat, akkor persze lehet az, hogy megverjük a könnyebb botokat, tök jó, meg minden, de hát az valóban az győzelem? Valóban eredmény az, nem? Na. Nagyjából ennyi. Fú, de nagyon könnyű eldobni. Nagyon, ó, hát... Tényleg szerintem pontosan azért egyébként, mert az a pálya a hővérséket emiatt lehet, nem? Azért ja. Ilyen más, mert nagyon sokat számít. Nagyon jól megcsinálták egyébként ezt. Oh, arra nem szabad rámenni arra rázóra egyáltalán. Kérdés, ki nem volt még kint boxba? Vagy egyáltalán van-e olyan? Szerintem mindenki volt már. Szar volt ez a kanyar. Megint az lesz, hogy izé, akkor fogom őket utolérni, amikor már a izé célegyenesre fordulok rá az utolsó körben. Jaj, ne, hát én meg elfékezem a célegyenest. Ja, hogy ez ritsen volt eddig, aha. Azt mondjuk, vegyük már vissza, mert... felrobban a motor. Hol vagy ja, most éppen? Ja, 18 látom. Mit mondtál, bocs? Mondom, mindenki volt szerintem, ja. Persze. Viszont itt van előttem egy elég nagy boly. Az mindig jó dolog. Ja.
lehet egy-két-három helyet hozni. És nem tudom, azt sem tudom mondani, hogy nem szerzek pontot, mert... Még bármi lehet. Hát még 8 kör van, az rengeteg! Nyilván nem kéne neked az még nagyon jó. Alborra jobban kéne közeledni. Áááá! Na gyerünk! Gyerünk Albon! Jó, Albon megvan. Az szép! Jaj, de kérdés meddig, mert nyilván elfogasztom. Jaja! Most az ERS-t is állogatom, és az annyit elvesz koncentrációból. Tudom, én ezért nem merem még ezt beadni, srácok, ezt az ERS dolgot. Nekem bőven elég a üzemanyagot állítgatni, érted? De azt is néha elfelejtem még mindig, tehát én nem vagyok azon a szinten, úgyhogy... Ezért nem szórakoznék. Így is eldobtam. Ó, itt egy boly. Raikönen. Leghátul. Aha. Jó van akkor. Mi történt? Én szerintem kiszállok a futamból. Semmi, hozzávágtam a falhoz megint, úgyhogy. Én kiszállok, srácok, mert itt már tényleg semmi értelme nincsen végigmenni. Úgyhogy Patrick, rajtad áll az egész. Mert csinálhatnám azt, persze csinálhatnám azt, hogy izé, jó, most végigmegyek, és akkor most megint cseréljek egy szárnyat, és akkor végigmegyek, de minek? Ezen a ponton már tényleg minek menjek végig? Semmi értelme. Nem fogom őket utolérni, úgyhogy jó volt, szép volt. Valahogy ez most nem jött. Mondom engem, most nem akarok mindenképpen izét keresni, kifogásokat, mert nem, mert bénáztam. Hanem egyszerűen engem nagyon megvitt az, hogy 17-re visszakúrt. Nem igazán értettem, hogy mit keresek a 17-en. Igen, meg alapban az megcsapott, hogy izé, hogy Hamilton így belém csapott, amúgy nem is esett ki az egész futamból, nem tudom miről beszéltem, mert azt írta, hogy retired from session, de mindegy. Hanem gondolom csak az időmérőről, vagy nem tudom, hogy volt az. De mindegy, szóval engem ott az teljesen megvitt, és totálisan izé szétcsapott fejben. Hát ez van, tényleg. Már amúgy itt egyszerűen borzasztóan kezdeni. Kegyetlen ez a pontozás amúgy a Forma 1-ben, borzasztóan kegyetlen. Tehát, hogy nem is csak a mi példánkból, hanem hogy 12. helyig van ugye pont, jól tudom? Aha. Nem tudom megegyezni. És akkor 10. helyig. És akkor hiába vagy te 11. mondjuk a 20-ról, érted? Semmi. Tehát, hogy ugyanaz, mint hogy el sem indultál volna. Ez ja. Nagyon kegyetlen, srácok. Ez borzasztó kegyetlen. Tehát, hogy... Tényleg nagyon durva, szerintem. Igen, szerintem a legvégéig kéne pontozni. Szerintem is egyébként, biztos hogy megvan egyébként a miértje ennek, tehát hogy akkor ugye az lenne, hogy mit tudom én, az egyik ember tudod, akkor izé, akkor mit tudom én, Hamilton azt mondhatná most, hogy jó, akkor én közben első indulok egy versenyen, és az úgyis kijön pontba, érted? Tehát, hogy így, vagy hogy nem azt mondom, elindulok, de mondjuk végig csak izé lassan megyek, tehát szarok bele, elindulok a versenyen, de első kör után ki is megyek, és úgy is megkapom az egy-két pontomat, tudod? Szóval ez egy lehetne, jaj. Akkor vissza lehetne élni vele nagyon, gondolom én. Hát nem tudom. Úgyhogy nem tudom, de ez tényleg nagyon durva. Tehát, hogy Patrick is most itt hiába erőlködik, mit tudom én, értek, hiába megy rá büntetés, akkor az még vissza is dobja mondjuk egy helyezéssel jelenleg, úgy nézem. És nem tudom, Albon mennyire van, mennyire Albon, van? Albon 2,2 másodpercre. Hát akkor igen. Úgyhogy ez egy hely. És utána 4 másodperc van utána Giovinazzi. Na de ez már itt a vége is. Hát srácok, ez a hazai pálya nem úgy alakult, ahogy terveztük. De hát ez van. Az a 8-10 az nem lesz meg nekem, mi? Nem. 2-4. Hát küzdöttünk, próbáltuk összehozni, de sajnos hely. Nem. Ja. Sajnos nem. Srácok, ez van, akinek ellenvetése van, nyugodtan írja meg. De egyébként annyira nem érdekel, mert tényleg direkt azért tesszük feljebb, hogy ne legyen könnyű, és nem könnyű, tehát hogy így ez van.
Nem, de közben még egyszer elmondom, tehát azért van nehezebbre rakva, mert így is amúgy, hogyha jól megyünk, akkor sokkal gyorsabbak vagyunk náluk. Tisze, az anyát picsálja. Nem is feltétlenül az időmérőn egyébként, de az időmérőn is láttátok, tehát voltam én is második helyen, harmadik helyen, negyedik, ötödik helyen. Ja, na most, hogyha lejjebb vesszük, akkor időmérőt megnyerjük mindketten. Egy-kettő. És igen. Talán rajtot el, nem rajtolunk jól, feltétlenül, de mondjuk visszaesünk négy-öt helyet, de utána megint az van, hogy folyton nagyon durván rájuk megyünk. Értitek, ja. Mi akkor a probléma? Tehát, hogy ezért nincsen. Nekem kéne finomodnom a forgalomba vezetésben, illetve a manőverekben. Tehát, hogy nagyon sok manőver nekem nincs meg, hogy mit, hogy lehet kidobni, hogy kell szélányéból kielőzni, hogy kell onnan kigyorsulni. Tehát nekem ezek alapból hiányosságok, de hát szép lassan fejlődünk, gyakorlunk, és azért raktuk fel ezt a videót is, hogy lássátok, hogy ez van sát, tehát minden, amit felveszünk itt Forma 1-ben, azt mondjuk, hogy jó, akkor most vesszük, és akkor az fel van véve. Mert annó, tavaly is ugye már terveztünk ilyen sorozatot, és azért nem csináltuk meg, mert mindig elkezdtük, és mindig vagy én kúrtam oda, vagy Patrik kúrta oda, és azt mondtuk, hogy jó, hagyjuk, vegyük újra, és volt, hogy másfélet itt ültünk, és nem vettünk fel semmit végül, mert mindig volt valami probléma. Tehát így nem lehet csinálni egy ilyen sorozatot, főleg úgy, hogy most a verseny hétvégéig ugye szorítanak minket időben. Igen. Úgyhogy srácok, sajnos ennyi. Igyekeztünk azért, én is jobbra számítottam, én azért egy ilyen tizedik helyet azért örültem volna, hogyha azt meg tudok fogni, de nem. Úgyhogy 0-0, a táblázatot azt látjátok itt egyébként, feltételezem, hogy lekerültünk a tabelláról egy évben. Valószínűleg igen. Nem tudom, hogy a gyártóiban, ugye most ezt nem tudjuk fejből azonnal, hogy most akkor mi merre hány méter, utólag szoktuk összeszámolni, de ti látjátok már mi a helyzet. Úgyhogy ennyi meg egy Bambi, és azt hiszem talán Belgiumba folytatjuk. Spa-Francorchamps, így van, az lesz a következő, jól emlékszem. Így az van. Is egy jó pálya, meglátjuk, srácok, azt is. És az szeretjük. Mikor lesz? Nem most egy szünet jön, úgy tudom, ugye? 2 hét, azt hiszem. Piszete így, mit gondolsz magadról? Azt hiszem 2 hét, 3 hét. Hát most nem tudok pontosat mondani. Biztos már megírták kommentbe, úgyhogy... Persze, a szombati napon az a lényeg, érkezni fog a videó a belga pályáról is. Azt egyébként picikét jobban ismerjük, én azt gondolom. Azon mentünk többet is. Úgyhogy érdekes lesz. Ez van. Reméljük, hogy élveztétek attól függetlenül. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Jók legyetek, szavaztok. Sziasztok! Jöhet az out. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót. A leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.